Üdvözlöm Önöket Halószágban! Ma egy jó halcsapörköltet szeretnénk főzni, de hogy bonyolítsunk a dolgon, megtöltenénk a palacsintát véle, és azt gondolom, hogy a hortobágyi húsos palacsinta mintájára egy rétimajori halas palacsintával fogjuk meglepni saját magunkat. Ehhez már csak egy harcsa kell. Hát a szándék már megvan, most már csak a pörkölt alapanyagot kéne megfognunk. A tegnap este lepakolt két csapóhorgot nézzük föl. Most még nem nagyon megy a harcsa nagy távolságokra, szeret ott maradni, ahol a télen vermelt. Ezek a beszakadt tuskók, a fák, az ágak, a gyökeres részek, a nagyobb bokorfűzeknek az alja. Oda tettem le két csapóhorgot, meglátjuk, milyen szerencsénk lesz. Ez alatt a bedőlt száraz falat többször is láttam már harcsát forogni. Úgy hívják, hogy forgás, amikor a harcsa úgy rabó, hogy hatalmas szájával bekaffantja az áldozatát. Hát kérem szépen, az első halunkat jó megcsócsálták, gyönyörű. Itt vannak a vágások rajta, úgy látszik, csak éhes volt a koma, de talán idő előtt jöttünk. Ó, de van még valamink. Hát ez egy kis harcsa pundra. Na, ez meg is szabadította magát. Pundrának mondjuk azt a gyerek harcsát, amelyik még pici, aprócska, és hát ugye ilyenkor még nem illik őt megenni, de van ennek apja, anyja, bízunk abba, hogy azzal szerencsénk lesz. Hát ezt a csalinkat nem bántották. Na, ezeket visszaengedjük, mert még lehet, hogy estére szükségünk lesz rá, hogy a rajta magad harcsát esetleg elkapjuk. Több bizodalmam van ehhez a bokorhoz. Itt már késő ősszel is láttam, hogy bevermeltek a harcsák. És szerencsére a zsinór is mozog. Ajaj, ezen van. Ezen van, ez már húzza. Na, ez már jó jel. Ez egy termetesebb példány lehet, remélem, mert lefeküdt, úgy látom. Ó, de szépen megy. Hát kérem szépen. Az ebédünk meg lesz. Gyönyörű példány, látszik, hogy még az éjszaka elkapta a horgot, mert úgy mondjuk, hogy lefeküdt, lent feküdt a fenéken, elfáradt és várta, hogy mi történik majd, nem volt már több ereje. Ez egy jól akadt horog, innen a kefefogazat aljából kiszedni is elég lesz. Egy picit kizsigozzuk a bográcsot. Följebb is kell kapnunk, mert egy kicsit nagy lángot csináltunk. Előkészítettük a hagymát és a paprikát. De ezt most gyorsan kell kevernünk és kézbe tartanunk, mert ha lekapatjuk, megkeserítjük az egészet. Talán egy kicsit most már lefonnyat, egy kis vizet teszünk hozzá. Tábori körülmények között nem olyan egyszerű, mint egy jó konyhába. De azt gondolom, hogy ízek, az illatok, a jó füstszag, az igaz kárpótol mindenért. Amíg lefonnyod a tűzön a paprika és a zöldségek, addig kifilézzük a harcsát. Szerencsénk volt ezzel a jó kis pecsenye harcsával, mármint hogy ez kapta be a horgot, mert ezek a legízletesebb húsúak, és hát 20 perc alatt kész a pörkölt, ha ügyesek vagyunk, és hát miért ne lennénk azok? Hát az biztos, hogy a harcsánál több monda, legenda nem született semmiről se. Állítólag a legnagyobb megfogott tiszai harcsába az ezüst kanától az ember lábszár csontig mindent találtak, ami persze kötve hihető el, de harcsáról jegyezték azt föl, hogy volt olyan tiszai halász annó a század előn, aki levágta a harcsát a horogról, mert el nem engedte, mármint a horog a halászt, és kénytelen volt elengedni, mert úgy gondolta, ez már nem embernek való foglalkozás, amit két napig kell űzni, hogy egy halat a horogra kerítsünk. A harcsa a köteles halak közé tartozott már a múlt század elején is, de vissza is mehetnénk akár 800 évet, mert a valamikori halászóhelyek bérlői, azok bizony nem keszekbe, nem csukába és nem pontyocskába mérték a bérlet díját, hanem ahol lehetett ott vizába, méretes és hatalmas csukákba, és hát természetesen harcsába.
köteles halnak, többek között azért is hívták őket, mert vagy köteles volt beszolgáltatni őket, aki megfogta legalábbis egy részét, vagy pedig akkora volt a hal, hogy kötélen kellett tartani, hiszen nem volt akkora tartó, háló vagy vessző bárka, amiben belefért volna. Ha ezt a sűrűn kell kavargatnunk, mert ha leégetjük az alapanyagot, akkor megette a fene a halcsapörkölt főzést. De jó illata van. Most egy kicsit besózzuk, mert ízesebb lesz a pörkölt, ha maga a halhús már fölszívja a sót egy kicsit magába. Akkor most megint megkeverjük. Hát az, hogy a legkeresettebb halaink egyike, az nem véletlen, hiszen hófehér szálkamentes húsa mindig is a piac egyik legjobban eladható terméke volt. Magyarországon a halcsának egy kis szezonja van, hiszen egész évben nem nagyon lehet friss halcsát kapni, de azért elmondhatjuk, hogy aki nagyon keres, az mindig talál halcsát, hiszen rengetegen ráálltak a termelésére, kell is és fontos is, exportra is és Magyarországon is, az Innyenc konyhák egyik remek művének alapanyaga a harcsa. Szépen összefonnyadtak a zöldségek, most úgy gondolom, hogy jöhet a paprika. Ez egy kényes momentum, mert ha nem figyelünk rá, úgy leég és megkeseredik, hogy elrontottuk az eddigi munkánkat. Ehhez a mennyiséghez egy jó 3 kalányi paprika kell, mert a jó pörkölt másik titka a jó paprika. A magas illóolajtartalom, a kellemes illat, az édesnemes jelleg eldönti a pörkölt sorsát. Szexárd nemes merlójával egy picit megöntözzük a harcsapaprikás alját, hiszen a paprikás ételekhez egyébként is a vörösbor illik, de azt még tudni kell a jó pörköthöz, hogy a vörösbor taninjai csersava nagyon kell ahhoz, hogy az állagát megtartsa az egyébként gyorsan szétfővő halhús. Persze megkóstoljuk, nehogy dugós legyen, ami elő nem fordulhat egy szexárdi bornál, de mit tudom én? Hát ez kiállja minden idők próbáját. Tehát amikor a paprika már belekerült a bográcsba, vizet már nem teszünk hozzá, hiszen a halhús víztartalmának el kell egy kicsit főnie, akkor kap kellő tartást a hús, és akkor lesz igazán jó szaftos a pörköltünk. Egy picit még élesszük a tüzet, hiszen a paprikának oldódnia kell a zsírban, utána kerülhet bele a halhús. Szívem szerint ezt meginnám az egész palacka, de akkor mi marad a pörkölt utára? Májat félretesszük, és betesszük a halhúst, mert most már annak van az ideje. A májat egy kicsit később kell beletennünk, mert hamar szétfő. Tudni kell a májról, a halcsájéról is, hogy mítikus erővel bírt a történelmi időkben, hiszen annak idején már a Bibliában is használták vakság ellen, majd a tőkehalmánynak tulajdonítottak nagyon nagy jelentőséget, azzal kenték a hályagos emberek szemét. Biztos, hogy a máj magas D-vitamin tartalma szerepet játszott ebbe is, hiszen tudjuk, hogy A és D-vitamin okozza a szürke vakság egy részét is, és hát ez a májban bőven található, tehát a halcsamája még egy picit várunk, hogy ne essen teljesen szét. Utolsó fűszerünk a fokhagyma. Ebből csak 2 gerezdet teszünk a mintegy 1,5 kilónyi filére, hiszen nem fokhagyma ízűnek kell lennie, csak érződnie kell rajta annak a csöpp kis pikantériának, amit a fokhagymán kívül semmilyen más fűszer nem tud adni egy jó pörköltnek. Ennek most van 10-15 perce, kihasználom az időt, visszanézünk egy kicsit a csatornára. Ha már harcsát készítünk, akkor azért néhány dolgot mondjunk erről a hatalmas édesvízi imposztorról, legnagyobb a növő halunkról az édesvizekben a harcsáról, hiszen ebből a mesterien megépített szép kis cinkefészekből a fióka repülési próba közben kipottyanna és a vízbe kerülne, nagy valószínűséggel egy harcsa szájába kötne ki, ahogy bizony gyakran így történik ez, akkor is, amikor a röpülni tanuló kiskacsák, amelyek gyakran a fűzfák odvába élik meg a kiskorúságukat, hát ez egy műalkotás. Nagyon szép. Ezek is bizony, mikor
elkezdik a röpképes életüket próbálgatni a vizen, és ezt egy öregebb harcsa társaságába próbálják, azokat bizony bevefalta a harcsa. Ez a hatalmasra növő édesvízi ragadozó a halászok által is nagyon nehezen kezelhető zsákmány volt, hiszen a hálók nem bírták azokat a helyeket járni, ahol a harcsa fészkelt. Úgy is hívták, hogy harcsafészkek. Ezekben a hatalmas harcsafészekben néhány mázsa is az öregekből bevermelt, és onnan csak horoggal lehetett kiszedni. Leggyakrabban, valamikor még, amikor igazán nagy harcsák leledzettek, és az apró harcsákat nem is igazán vették halszámba, ezek 30 kg fölött kezdődtek, használták a tökös horgot, ez egy érdekesség, a lopó tök aljára kötöttek néhány méter zsinórt, arra egy jó nagy termetes keszeget, és elengedték olyan részen, ahol nem volt nagy a sodrás, vagy épp az állóvizeknek a harcsa gyanús helyein. Amikor a harcsa elkapta, vonszolta a tököt, természetesen be is nyelte, a halász dolga csak annyi volt, hogy az ingólápok, a padmajok alól kiszedje a beszorult tököt a végén a harcsával. Hát volt nekem a harcsával egy nem kellemes élményem is. Jó 20 évvel ezelőtt egy augusztusi hajnalon sorhorgot szedtünk a Dunán. Volt is, ha nem is, apró márnák, 1-2 kilós márna gyerekek jöttek fölfelé. Igen, álmoskásan álltam a csónak farába és szedtem föl a sorhorgot. Amikor éreztem, hogy valami komolyabb jószág van rajta, úgy a húzás után egy 10 kilósra gondoltam, ebben nem is tévedtem, csak abba, hogy ez a harcsa nem olyan fáradt, mint én. Egyik kézzel fogtam a horgot és húztam, a másikkal nyúltam a szálkért, amikor a harcsa megérezte, hogy ő most nagyon horgon van, és nagyon fölfele húzzák a száját, és ezt ő nagyon nem szereti. Egy nagy rántás, és bele a vastag húsba a horog. Azt hittem, hogy a villám húzod meg. Hát nem a villám volt, de horog. Keményen, mélyen, na tudtam, mit ér ez a harcsa is. Alányúltam a másik kézzel, mert akkor még a zsákmány izgalma nagyobb volt, mint a fájdalom. Ki is szákoltuk a harcsát a evező segítségével. Hát nem akarok untatni senkit vele, ez bizony orvos szedte ki. Le kellett vágni a horgot, keresztül bújtatni a vastaghúson, és úgy átrántani, mert a lapkás füle nem jött volna át rajtam. Hát mit mondjak, enni azért volt kellemesebb halászélményem. No, van még 5 percünk, most beletesszük a májat. És jöhet a habarás. Egy kis lisztet tejfölddel összekevertem, egy pici pörköltlével behabarom. No, ez már a pörkölt vége. Ezt most nagyon gyorsan össze kell kevernünk, mert ha nem tesszük, összerántja a tejfölt, a lisztet, a forró pörkölt, és oda lesz a habarásunk. Na, ez elkészült, betöltjük a palacsintába. Pörköltet most jól összetörjük, ami már nem nehéz, mert a kavargatás során is jól összetörött. Veszük a palacsintát, és betöltjük. Már nagyon megéheztem, gondolom önök is, ha tetszett, készítsék el. Jó étvágyat!